anyukám mindig azt mondta, hogy úgy születtem, amilyen voltam is egész életemben. Türelmesen megvártam az időt, és utána tudtam, hogy mit akarok, és megszülettem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a házi őrizetben és a börtönben, és sokáig volt időm gondolkozni dolgokon, és rájöttem, hogy tulajdonképpen én valahol haragszom az anyukámra a születésem miatt, mert ő világ életében olyan udvarias volt, és én erre is haragudtam, hogy olyan udvarias, és rájöttem, hogy azért, mert a születés történetem az úgy szól, hogy bizonyos Vég Joachim bácsival találkozott a klinika lépcsőjén, amikor ment szülni, ott születtem, ahol szültem is, és ahol dolgoztam is 17 évet, és hogy a lépcsőn téblábolt jobbra-balra, és beszélgetett a Vég Joachim bácsival udvariasan, és egyszer csak most már muszáj volt bemenni, és akkor megszülettem.